Főkapitány úr jelezte, hogy ma nem tud jelen lenni a testületi ülésen, egyéb elfoglaltsága miatt viszont helyettese itt van közöttünk, akit szeretettel üdvözlök, és megadom a szót parancsnoknak. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, hölgyeim, uraim, tisztelettel üdvözlök mindenkit, aki még nem ismerne, Csatári Károly alzades vagyok, a rendészeti osztálynak a vezetője. A legutóbbi testületi ülés óta eltelt időszakban vonatkozásában három olyan eseményről szeretnék itt beszámolni, amit közérdeklődésre okot adhat. Az első az, hogy december 1-én az éjszakai, illetve esti órákban ez a természeti csapás, ez az ónos eső lefagyott minden esemény, ez a kerületünket is elérte. Ennek folyamányaként ugye több utcát le kellett zárnunk, valamint hogy az egész kerületre kiterjedően áramszünet következett be. Köszönjük szépen a polgármester úrnak, illetve a polgármester hivatalnak azt az állatotos munkáját, amivel a rendőreinknek a kintlétét segítette, illetve szeretném megköszönni mind a Delta polgárőrség, mint pedig a Rákosmenti polgárőrség egyrészt a vezetőjének, másrészt pedig azon tagjainak a munkáját, akik az első szóra bejöttek a kapitányságra, és az elégazítást követően addig területen voltak, amíg ez az áramszünet helyre nem állt. A másik esemény az most volt december 6-án, itt a Bakancsos úti piacon egy fokozottabb rendőri ellenőrzést hajtottunk végre, amelynek során három fő került előállításra bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt, illetve közel 80 pár cipő került lefoglalásra. Természetesen a nyomozás érdekeire hivatkozással többet ezzel kapcsolatban nem mondhatok. Illetve a harmadik esemény, amit a legutóbbi testületülésen is felmerült, ez a szatír esete Rákos mentén. Ezzel kapcsolatban tájékoztatnék mindenkit, hogy ugye az elkövető az beazonosításra került, illetve a rendőrség hatáskörébe utalt minden eljárási cselekményt megtettünk, szükséges intézkedéseket megtettük, illetve a illetékes hatóságnak keletkezett anyagokat átadtuk. Köszönöm szépen, mást nem szeretnék mondani. Tudomásom szerint az utóbbi elkövető, ha már jól olvastam, akkor talán a pszichiátriai osztályon, zárt osztályon kezelik. Hogyha polgármester úgy tudja, akkor valószínűleg is van. Nem nyilatkozottam a személyiségi jókra hivatkozással, hogy most ő hol van, vagy hol tartózkodik. Hogyha ezt a polgármester úgy tudja, akkor bizony, hogy ez így is van. Igen, nyilvánosan olvastunk, azt hiszem, hogy erről valamilyen honlapon, tehát ez egy megnyugtató fejleménye ennek az ügynek, tehát ezek a zaklatások befejeződnek a városközpontban, és azon túl. Nótin Tamás képviselő kért szót. Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a szót. Akkor én hát meg is erősíteném, hiszen a Zsaru magazint én meg is vettem, és ebbe el is olvastam azt a cikket, amiben a kapitányt, Szikszó Sándort megkérdezték, és ebből a cikkből egyértelműen kiderül számomra, hogy zárt osztályra került a Rákoskeresztúri tapogatós szatír. Ezzel kapcsolatban szeretném megköszönni a rendőrség munkáját, szeretném megköszönni, hogy gyorsan reagáltak erre az ügyre, illetve szeretném megköszönni azoknak a kerületi lakosoknak is, akik bejelentéssel éltek és segítették a rendőrség munkáját. Tehát még egyszer köszönöm szépen a munkát, köszönöm. Köszönöm én is, képviselő úr. Van-e más észrevétel vagy hozzászólás Lukoszki Károly parancsnoknak? Köszönöm szépen. Én innen tolmácsolnám a testület tagjainak, hogy köszönjük szépen az idei munkájukat. Számítunk rájuk jövőre is. Köszönjük szépen. Köszönöm. Van-e még észrevétel? Horváth Tamás, a polgármester úr. Köszönöm a szót, polgármester. Én szintén csak a köszönetet szeretném kifejezni a rendőrségnek és a tűzoltóságnak is a bizonyos december 1-i napon elkövetett tevékenységekkel kapcsolatban, valamint a polgárőrségnek is köszönöm. Volt részem nekem is benne, úgyhogy tudom, hogy milyen kemény munka volt ez, és csak tényleg hálával tudunk önökre gondolni ez esetben, hiszen nagyon sok ember került bajba, és kellett rajtuk segíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a hálánkat, majd tárgyasult formában is igyekszünk kifejezni. December másik felében lesz alkalma a képviselőtestületnek jutalmat is adni a kiemelkedő munkát végző rendőröknek, illetve az adminisztrációban dolgozó munkatársaknak, tehát köszönjük ezúton is a munkájukat és a mostani beszámolót.